És akkor most következzen a mai nap a 16. rész, az újabb öt sorsjegy lekaparása a pak maradék részéből. Mint láthatjátok, már jó megfogyatkozott, és még valahol ott lapul a nagy nyeremény. És akkor most válasszuk le a következő öt sorsjegyet a pakból. A mai öt játékost 76-tól 80-ig. 77, 78, 79, és hoppa, és 80. Elég nehezen akart levánni a pakról a 80-adik. Reméljük azt tartogassa a nagy nyereményeket. A pak maradék részét azt félretesszük, és akkor itt láthatjátok az öt sorsjegyet, ami a mai videónk főszereplői, rajtuk a világ szeme. Reménykedjünk benne, hogy ebben az öt valamelyikében fog az a nagy nyeremény lapulni. Tartsatok velem! És akkor most kezdjük is el az öt sorsjegy lekaparását. 76-os sorozatszámból fogunk kezdeni a mai részben. Lássuk az osztószámát. Az osztószáma a 9-es. A mi számaink 5, 6, 4 és 7. Nem volt nagyobb. Lássuk, mennyi lett volna a nyereményünk. 50.000 forint. Hát igazán beadhatta volna a nagyobb számot. Lássuk a második asztalunkat. A 20-est kell előznünk. Ennél már csak a 21 nagyobb. Lássuk a mi számainkat. 4, 12, fordítva jobb lett volna. 8 és 5. Nem volt nagyobb. Lássuk a 3-as asztalt. A 13-ast kell előzni. Lássuk a mi számainkat. 10, 7, hiányzik elő az 1-es, 5-ös és 9-es. Nem volt nagyobb. Lássuk a 4. asztalt. A 17-est kell előzni. 7, 4, 14 és 15. Nem volt nagyobb. Lássuk a bónuszjátékot. Lesz a 21-en. 4, meg 8, az 12, meg 7, az 19. Nem volt 21-en, sajnos. Lássuk a betűket. Egy C betű. És egy K betű különböznek, sajnos. Lássuk a 77-es sorozatszámot. Ez egy dupla sorszámú. Reménykedjünk, hogy ez fogja adni a tutit. Tartsatok velem, és nézzük meg. Az osztószáma a 18-as. Mi számaink 6-os, 16-os, 14-es, és az utolsó szám a 10-es. Nem volt nagyobb. Lássuk a második asztalt. 12 az osztószáma. A mi számaink 5, 4, 10 és 6. Nem volt nagyobb. Lássuk a hármas asztalt. Az osztószáma a 14. Mi számaink 5, 13, 10 és 4. Nem volt nagyobb, sajnos. Lássuk a 4. asztalunkat. A 15-öst kell előzni. 11, 6, 13 és 12. Nem volt nagyobb, sajnos. Lássuk a bónuszjátékot. Lesz a 3 szám összege 21. 11,
meg 2 az 13, meg 4 az 17. Nem volt 21-ünk a bónuszjátékon. Ideig 2-ből semmi. Ezt nem hiszem el, hogy még ideig a pakból nem jött ki nagy, igazán nagy nyeremény, és még ebben a részben van 3 sorsjegyünk. Reménykedjünk, hogy majd abban lesz valami szép nagy nyeremény. A betűink pedig egy U és egy B, tehát különböznek. Tehát a 77-es nem hozott szerencsét nekünk. Lássuk a 78-as sorozatszámot. Az osztó száma a 11. Mi számaink? 9, 5, 6 és 4. Nem volt nagyobb, sajnos. Lássuk a második asztalunkat. Az osztó száma a 16. Mi számaink? 8, 15, 14 és 9. Nem volt nagyobb, sajnos. Lássuk a hármas asztalt. Az osztó száma a 17-es. Az mi számaink? 5, 13, 7, 21. Nyerő a sorsjegy. Lássuk a nyereményt. Ismét csak 500 forint. Ez nagyon durva. Lássuk a negyedik asztalunkat. A 20-ast kell előznünk. A mi számaink a 10-es, a 12-es, fordítva jó lett volna, a 13-as és a 8-as. Lássuk a bónuszt, játékot. 4, meg 7 az 11, akkor egy 10-est kérünk. De 9-est ad, az csak 20. Nem jó, de ez a sorsjegy 500 forintot adott. Ez is jobb, mint a semmi, de ettől egy kicsit többet vártam volna. Ugye a 16. részben. És az 500-ashoz a Z betűk tartoznak. Itt is van belőle 2. Tehát ez a sorsjegy 500 forintot nyert. Lássuk a 79-es sorozatszámot, sorsjegyet. Az osztó száma a 19-es. Mi számaink? 8, 6, 12 és 10. Nem volt nagyobb. Lássuk a második asztalt. Az osztó száma a 20-as. A mi számaink? 15, 10, 8 és 6. Nem volt nagyobb, sajnos. Lássuk a hármas asztalt. Az osztó száma a 18. Mi számaink? 17, 16, 4 és 13. Nem volt nagyobb számunk. Lássuk a negyedik asztalt. A 12-est kell előznünk. A mi számaink a 6-os, 4-es, 5-ös és 9-es. Nem volt nagyobb. Lássuk a bónuszjátékot, hogy most sikerül-e nyerni. 11, meg 1 az 12, akkor egy 9-es. De 4-es tud, az kevés. Lássuk a betűinket. Egy B betű, elbújtuk a betűt.
ha a betű különböznek. Tehát ideig az állás. 3 nem nyerő és 1 nyerő. Lássuk a 80-as sorszámú sorsjegyünket. Az osztószámú a 8-as a mi számaink. 5, 4, 6, 7. Ez hihetetlen, még ettől is volt pofája kisebbet adni. Ez nagyon durva. Lássuk a második asztalt. A 9-est kell előzni. A mi számaink a 7-es, az 5-ös, a 4-es és a 8-as. Nem volt nagyobb sajnos. Lássuk a 3-as asztalt. A 20-ast kell előzni. A mi számaink a 10, 6, 12, fordítva jó lenne, 15. Nem volt nagyobb. Lássuk a negyedik asztalt. 18-ast kell előznünk. A mi számaink a 14, 9, hiányzik elő az 1-es, 13, és az 5. Nem volt nagyobb sajnos. Lássuk a bónuszjátékot. 9, meg 6 az 15, meg 4 az 19. Ez kevés. A betűink egy J betű. Elbújtak a betűk. És egy Y különböznek, sajnos. Tehát véget ért a 16. rész. Újabb 5 sorsért kapartam le a teljes pakból, 76-tól 80-ig, és az az eredmény jött ki, hogy újra csak egy nyerő volt, ez már nagyon bosszantó, hogy 5 sorsértből egy volt nyerő, az is csak alapnyereményt, hát nem tudom, hogy, hogy ott rejtőzik-e még a nagy nyeremény a pakban, reménykedjünk benne, tartsatok velünk, és akkor most következzen a sorsolás. És akkor most pedig következzen a 16. nyeremény nyertes sorsolás. Lássuk a neveket. Beillesztem. Itt is van, láthatjátok. És akkor rányomok a sorsolás gombra, és kiderül, hogy ki fogja megnyerni ezt az arany dekorrózsát. Lássuk, ki a nyertes. A nyertes nem más, mint Zsákai Sándor. Gratulálunk! Kérlek, vedd föl velünk a kapcsolatot, hogy elküldhessük a nyereményedet. A többieknek pedig sok szerencsét és szép nyereményeket kívánok. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hogy ne maradjatok le egyetlen egy videónkról se. Sziasztok!